Jó napot kívánok! Hát szervusz, Ivett. Gondoltam, hogy csinálnék veled egy interjút erről a kis szombati városi sétánkról, hogy ez végül is hogy alakult, hogyha elmondanád itt a nézőközönségnek. Szombati sétáról? Aha. Mi a véleményed a göteborgi esti sétánkról? Hány órakor indultunk? Mit láttál? Milyen volt a hangulat? Az Hát a emberek. hangulat, ez fergeteges volt. Hát, ha jól emlékszem, körülbelül a 7 órakor mentünk be a belvárosba, nagyjából. Lehet, hogy egy kicsit előbb, de ez most a dolog szempontjából lényegtelen. És annak ellenére, hogy nagyon szépnek találom magát az egész belvárost, hát egy kicsit azért beárnyalta azok megtapasztalt dolgok többsége. Egy Körülbelül kicsit, 9-ig voltunk ott, hát vagy fél én úgy 10-ig, ugye? emlékszem halál pontosan, mert hogy nagyon rossz a memóriám, de neked köszönhetően szedem az ilyen memória serkentő gyógyszereket, hogy 20 óra 40-kor értünk vissza a parkolóhelyre, ami szerintem testvérek között is egy jó 2,5 órás sétát jelentett ott körbe-körbe. Külön szeretném megköszönni neked az összes nívós helyet, ahova bevittél, és ahol néha gyakorlatilag a kezem lábam izzadt, és úgy járt a szemem, mint a sublott fiókba ezének a macskának, hogy kivesz minket körül, meg hol. Hány svédet láttál ezzel a 2,5 óra séta alatt? Nem számoltam, este. De 20-nál többet nem, és még azokban sem voltam biztos, hogy svédek. Talán emlékszel, amikor ott mentünk a hömpölygő áradatba, és te szúrtad ki, hogy na itt ez a kettő talán. És aztán megfordultak, és ugye te azért csak jobban vágod ezt a nyelvet, hogy le is vettük róluk azt, hogy ezek tényleg valóban svédek, de számomra elképesztő volt az, hogy ebbe az egész belvárosba, mindegy, hogy gyalogátkelő helyen mentünk, utcán sétáltunk, vagy betekintettünk a kávézókba, az éttermekbe, vagy akár a mozik mellett, hogy szinte, hát hogy is mondjam finoman úgy, hogy mindenki értse, és ne tűnjek kicsit. Nem napon barnult volt a rasszistának. Társaság. Tehát mondjuk azt, hogy bevándorlók tömege volt megtalálható a belvárosban. Számomra nagyon irritáló volt, hogy te elmondtad, hogy itt még 2015 előtti években itt a svédek esténként elegánsan fölöltözve sétáltak, mentek itt az Avenue. Kávéház, Avenue-n. Hát ugye azt mondjuk már el azért a kedves nézőinknek, hogy akik ezt meg fogják nézni, itt most a Göteborg belvárosáról beszélünk. Igen, tehát nem aha. Valami periférián kújtorogtunk. Avenue, Kungsgatan, végig akkor a teljesen a mondjuk el, aki nem tudja, hogy az olyan, mint nálunk a Váci utca. Hát egyébként igen, nem aha. olyan, mert nem annyira szép, mint Budapesten a Váci utca. Ezt csak úgy üzenném azoknak, akik otthon vannak, és hát nem annyira vannak oda tőle, hogyha itt végig mennének a Kungsgatanon, azért lehet, hogy kicsit bele sápadnának azt a dolgokba. Már az öltözetük is elég fekete volt az embereknek, és az, hogy csoportosan, tömegével voltak megtalálhatók mindenhol, az egy kicsit visszahúzta ennek az egész. És amikor behajolt az arcomba az öt srác ott állt, és ilyen... Hát igen, öt srác, én nem is nagyon értettem, meg a többi 15, meg amerre én elnéztem jobbra-balra, hogy szinte mindenhol ültek, de még ha ugye hozzáveszük, hogy Central Stationnak a központi pályaudvarnak a elegáns értelmében sem, hogy úgy mondjam, hát svédek ültek. Te hogy érezted magad a sétát? Biztonságban érezted magad, vagy? Hát a Foxy miatt biztonságban éreztem magam. Egyébként az nagyon feltűnő volt, hogy a Nordstown, amit te mondtál, hogy ugye Skandinávia legnagyobb bevásárló központjába, a svédek, aki két férfi volt egy kutyával, kihagyták azt az iccet, hogy levágják az átjáron keresztül. Szerintem pont tanúi voltunk, ugye, hogy igen, megbeszélték, igen. Hogy és inkább mi nem is mennek be. Áltunk, hogy most keresztül menjünk, vagy ne menjünk keresztül, de végül bevállaltuk, és ugye ott is azért csak szembe jöttek azok az aranyos, kedves kis, hát éppen nem a lészhorgászóra hajazó fiatal emberek. Te észrevetted azt, amit én, hogy tényleg az van, amit mondanak a rendőrség is, hogy úgy követik el a bűncselekményeket, hogy csoportban vannak, ilyen 4-es, 5-ös csoportokban, és úgy veszik. Vagy többes igen, csoportokban aha. vannak, tehát többen is vannak sokszor, mint 4-5 ember, tehát van az valamikor 10-15 is van együtt. Hogy ott a városház az a tere előtt, ugye igen, ott a aha. padon, ahol éppen nem busz megálló, villamos megálló volt, hát a körülöttük kiáramló infrastruktúrára már nem szeretnék ráutalni, hogy milyen szemét hegyek meg egyebek voltak.
De ami számomra legmegdöbbentőbb volt, hogy a 2,5 óra alatt én tulajdonképpen nemhogy rendőr, de egy rendőrautót semmit nem láttam. Tehát így nem nagyon tudom fölfogni azt tépésszel, hogy ezt így meddig fogja tudni ez a város, vagy ez az ország elnyelni, hogy ezek az emberek itt szabadon bármit megcsinálhatnak. Most mentségükre szólhat az is, hogy ugye nincs munkájuk, meg ez, meg az, de viszont, hogyha nem tudnak munkát találni, és nem tudnak beintegrálódni ebbe a társadalomba, akkor csak a bűnözés marad számukra, a rablás, a gyilkosság, a fosztogatás, vagy a kábítószerkereskedelem, ami előbb-utóbb biztos, hogy nem fog jó irányba vezetni. Ezt azért is kértem, hogy mondd el a véleményedet, mert nagyon sokszor, mikor kirakom a cikkeket, meg minden, akkor olyan visszajelzéseket kapok, hogy jaj, hát mindenhol ez van, meg Magyarországon is ez van. Te ugye Magyarországon éltél, most jöttél ki nem olyan régen. Te úgy látod, hogy itt ugyanaz a szitu, mint Magyarországon? Nem. Hát eleve amikor bemész egy belvárosba, és tulajdonképpen a bevándorlók áradatával találkozom minden utca sarkon, téren, meg a vendéglátó helységekben, ahol betekintesz. Szórakozó hely előtt hány biztonsági őr állt? Hát 3. Na most ez is már maga után mondja azt, hogy menjél el szórakozni, eleve már egy kisebb csapat biztonsági őr, akik ugye itt majdnem rendőrségi jogokkal vannak felruházva, már azok vigyáznak. Tehát ez eléggé necces szerintem. De azért van egy túloldala is a dolognak, mert azért arra meg te emlékszem, hogy hány olyan párt figyeltünk meg, ahol a ellenkező nemből, tehát a női nemből viszont azok svédek voltak. Igen, aha. Tehát az is egy érdekes dolog, hogy, de hát ez betudható annak, amit mondtál, jóval több férfi bevándorló érkezett, mint nő. Hát végül is, de majdnem nem csak férfi. Idéznélek téged, hogy aha. Nem nagyon szeretnék én most egy Svédországban egy lányos apuka lenni. Ezzel gyakorlatilag ezt a részét így le is zárnám, mert nem akarnám kicsontozni. Bár én is szkeptikus voltam, amikor bementünk, hogy most tényleg azért valóban így van ez, mint amit a svéd újságban, az Expressenben állandóan lehozzák, de miután másnap reggel elolvastad az éjszaka történt eseményeket, így úgy gondolom, hogy mi ennek az egész esti sétának és az elkövetések előtti időszaknak mi az előkészületeibe tudtunk bepillantásni. Tulajdonképpen az áldozatoknak a kiszemelésében, a kívánásában, mert ugye ez az egész cselekmény már akkor történik, amikor. De mondom még egyszer, én nagyon egyszerűsnek találtam, hogy tulajdonképpen az úton, az oda vezető úton egy másik városrészben láttunk egy darab rendőrautót, hogy itt semmiféle, sem gyalogos, sem kutyás, sem gépjárműs, minek hívják, mindig, szóval a rendőrjárőrös jelenlét nincs jelen. Mindenki magára van hagyva, azt nem tudom, hogy ilyen esetben a svédek, ha valakit megtámadnak, hogy állnának ez a dologhoz. De hát ez önmagáért beszél a rendőrségi közlemény, ugye, hogy ne védjél fel jó ruhát gyerekedre, ne adjál jó ruhát. Ja, igen, hát ezt felhívták a figyelmet, ruhát, igen. És hogyha véletlenül lövöldöznének, akkor vágnogat hasrát. Igen, utoljára a hadseregben hallottam, amikor 1982-ben bevonultam, hogy ha lőnek, akkor le kell feküdni. Hát ő Istennek, ezt mi mind megúsztuk. De önmagában a közeg, amiben mozgott az ember, hát nem mondom azt, hogy nem izzadt néha egyszer-kétszer a tenyerem. Ez pont ez a Joachim Lamotte, ez a... Igen, őt akartam mondani. Ez az újságíró írta, hogy az már abnormális, hogy a rendőrség felhívja a lakosság figyelmét, hogy a gyerekeiknek ne vegyenek drága ruhát, mert ugye körbeállják, levetköztetik, elveszik a telefont, meg minden, és hogy tulajdonképpen a fiatal lányok, meg a felnőttek is próbáljanak meg ne kihívóan, kirívóan öltözködni, hanem ha bemennek a városba, akkor úgy legyenek fölöltözve, és hogy... És ne felejtsd el, hogy este viszont, ha egy mód van, senki nem menjen el. Igen, aha! De ez legjobb, tényleg röhely! Legjobb, ha nem is mennek, még csoportosan. És ezt be is tartják, hiszen alig volt svéd az utcán. Ha benéztél az olyan helyekre, ahol figyelj, én azt mondom neked, hogy menjünk vissza 10 évet az időbe, ha te 10 évvel ezelőtt ebbe az időbe kimentél volna szombat este az Avenue-re, meg így körbe a Kungsgatán sétálni, és benéztél egy ilyen szórakozó helyekre, nem tudtál bemenni. Tehát sorba álltak az emberek, mert tele volt. Hát most meg mi volt? Az utcán, most meg mi volt? Hát a szórakozó helyen, meg a kávézókban, ha benéztünk, akkor kiket láttunk? Hát tulajdonképpen fogalmazzunk szépen, hogy elsötétült. Megjött Foxy, és ugye ő is alá támasztja, ezt a szemvelünk volt.
Hát ugye elsötétültek a szórakozó helyek, és ez nem a villany hiánya okozta. Úgyhogy hát erre szokták Magyarországon azt mondani, hogy szemesnek áll a világ, csak itt nagyon sok szemes van. Úgyhogy, sőt, egyre több a szemes, mint a szemtelen. Hát én megmondom őszintén, egy kicsit úgy gondoltam, hogy Svédországban én egy kicsit el tudok vegyülni ezzel a fejjel, de én úgy éreztem egész szombat este, hogy gyakorlatilag, mint a tenger szélén a világított ronyit sugároztam a fényt, mert hogy gyakorlatilag mindenki olyan fekete volt, és nem azért, mert úgy született, hanem még úgy is voltak öltözve, rejtőzködve. Kicsit, jó, hogy kapucni a fejükön. Igen. Úgyhogy hát mondom, ez a nóctalmos, ez a, hogy mondtad az eleve azt az újságírót, a Johan? A Joakim Lamotta. Joakim Lamotta, ugye ott még mondtam is neked, hogy na, ezt a helyet fel is ismertem, mert ugye itt csinált egy olyan riportot. De ott benn magában az épületben is voltak nagyon jó fazonok. Most fogsz megpróbálja egy kicsit viccesíteni a videót, de megkérnélek Foxikám, hogy próbálj meg egy kicsit. Azért gondoltam, hogy megcsináljuk ezt a videót, mert mondom, nagyon sokan azt mondják, hogy hát ez el van túlozva, meg ez nem így van, meg mindenhol ilyen a helyzet, mint itt. Én nem tudom, én ez alatt a lassan 6 hónap alatt, amit Magyarországon töltöttem a nyáron, hát Tomi, milyen helyeken éjszaka sétálgattunk a római, meg a harmadik kerület, meg a második kerületbe fönn a hegyen, meg itt ott. De azt hiszem, a belvárosban se volt semmi ok. Persze, arra, aha. Hogy ne érezzük magunkat biztonságban. Tehát én nem éreztem azt, hogy jön valaki, és tényleg az ember odafigyel, hogy fogja a táskáját, meg minden. Jó, hát tegyük hozzá, biztos Magyarországon is van azért. 100%, mindenhol van. De nem mindegy, hogy kik az elkövetők. Na ez az. Mert Svédországban is vannak bűncselekmények, csak nem mindegy, hogy ki az, aki elköveti. Hát szerintem is. Senkinek nem kéne elkövetni. Vagy például egy ilyen mafia vezér, aki bosszalat le az ágyról, bár ő semmilyet nem tesz, csak... Én úgy gondolom, hogy a bűncselekmény és mindenféle ilyen dolog egy nagyon rossz dolog, bárki is követi el, de az, hogy egy ország működőképes volt, tényleg ekonomiailag minden, hogy teljesen rendben volt az ország, a kocsit nem kellett bezárni, ha bementél a benzinkútra tankolni, én behagytam a táskám, kulcsom, minden, tehát soha nem volt ilyen probléma, volt, hogy az ajtót se zártuk be, és most meg az van, hogy nem csak, hogy mindent be kell zárni, hanem az embernek az utcán oda kell figyelni még arra is, hogy ki jön mögötted. Hát plusz az, hogy maguk a Svédországban élő svédek és a svéd állampolgároknak sem egy jó dolog ez, hiszen az a pénz, ami megtermel a svéd gazdaság, ugye ezek az emberek segélyként és egyéb persze juttatásonként megkapják. Ezáltal elvonják a svéd lakosságtól azt a pénzt, amit rájuk kéne fordítani, és csak utalnék ebben kapcsolatban is, hogy azt is te olvastad föl, hogy hány ember van, hogy a svéd, aki nem tudja fizetni a lakhatását, stb. Igen, kerül. Igen. Még ezek ugye az Asim strandon ugye ott vannak azok a gyönyörű szép épületek, és oda vannak beszállásolva. Igen. Vagy a segíts egyszeres, nem jut eszembe a hol voltunk a albetűs város rész. Angered. Angeredbe, ahol gyakorlatilag hát közel-keleti állapotok voltak. Igen, a kiégett ház, meg a garázsok oldalára fölrajzolva a muszlim imámok, meg nem tudom én micsodák. Szóval gyakorlatilag azokon a részeken borzasztóan nem érzem magam, hogy Svédországban lennék. Igen, tehát egy kicsit ilyen... Igen, nem, de elmentünk volna a közel-keletre. Nézd, tulajdonképpen ez egy olyan dolog, aki eljön Svédországba a mai nap, az most már elmondhatja, hogy volt Irakba, Iránba, Szíriába, Afganisztánba és Afrikába. Igen. Tehát így egy úttal az összeset bejárta. Hát ez szerintem... egy világkörüli útnak. Tehát most már olyan utazási irodáknak úgy kell, hogy szeretnél egy világkörüli körutat? Menj a Svédországba. Fizessen be svédországi utazásainkra, és gyakorlatilag hát... Most ezt elpoénkodtuk, de hát azért minden viccnek igen, az 70%-a igaz. Úgyhogy szerinted, amiket a szkeptikusok számára mondom csak ez az üzenetem, hogy amikor kimész az utcára és 100 emberből 20-as véd, akkor ott már azért el kell gondolkodni, hogy valami nagyon nem sokkal. Azért most egy kicsit eltúlasztad, mert 100 emberből szerintem ti is se. Hát jó, magamat is beleszámoltam, én voltam a 20-dik, de most ennyi, de... Szóval... Hát akkor ezzel búcsúzzánk itt most Foxy Maxival. Igen. Köszönjük szépen te is a videóban. De azt hiszem, hogy ő engem most látszik, hogy ő is migránsnak néz engem, mert állandóan szikotunkázik. Vagy nagyon összebarátkoztunk. Na, hejdó! Na, sziasztok!